Most pedig, tisztelt honfitársaim, egy harcos antikommunista következik, aki 2006. október 23-án a híressé vált Tankos Gyuri bácsi, a tankvezető cellatársa volt, majd 5 különböző ügyében állapította meg a bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állította elő őt különböző ezekben az ügyekben a Gyurcsány kormány rendőrsége. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége fel is vette őt a hagyományőrző tagozatába, manapság tartalékos honvédként védi a határt, vagy éppen a mozgalmunkat szervezi. Ő a Mi Hazánk alelnöke, Novák Előd. Köszönöm szépen, hazámat szolgálom. Erőt, egészséget, kedves bajtársak, tisztelt honfitársaim! Az elmúlt 29 év az MSZP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek közt az ügynöklisták feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a kommunista luxus nyugdíjak megvonása. Micsoda farizeus politika úgy emlékezni például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek tavaly decemberi haláláig folyósították a több százezres luxus nyugdíját Biszkú Bélához hasonlóan, ahogy több más, még élő vérbírónak AVH-s vallatót isznek a mai napig is. Hát nem szégyelli magát Orbán Viktor? Ez a három követelésünk a Mi Hazánk mozgalom legfontosabb antikommunista programpontjai. Most megkérem az ágyú előtt állókat, hogy húzódjanak fedezékbe, vagy legalábbis pár méterrel arrébb, a rendezőink is segítenek ebben. Pongrácz András bátyámat is kérem az ágyú közelébe, hiszen ő fogja elsütni. Köszönöm, ez így nagyjából megfelelő is lesz. Három díszlövést fogunk leadni. Az 1956-ban is használt, már a hatástalanított 76 mm-es 1942M típusú ágyú a Mi Hazánk honvédelmi kabinetjének közreműködésével lehet most itt is fog megszólalni, talán mindegyik felszólalónknál markánsabban. Ez a típusú ágyú a II. Világháború leghíresebb szovjet lövege, nagyon olcsó volt, így az lett az első igazi tömeggyártásra került löveg. Az összes változatból több mint 100 000 darab készült. Élesben 7 fős kezelő személyzet kell hozzá, úgy az elméleti tűzgyorsasága akár 10-20 lövés per perc. Most viszont pár perces szünetekkel adjuk le díszlövéseinket. Hazánkban az 50-es években, annak az elején több százat gyártottak ebből az egyébként már akkor elavult szovjet típusból. Nagy számban használta az 50-es években az akkori honvédség, így a felkelő kezébe is került néhány darab. Egyszerűen kezelhető, megbízható típus volt, szerették a kezelői. Ugye, Pongrácz András bátyám? Alkalmas volt páncélosok ellen is, bár nem kifejezetten páncéltörő, hanem úgynevezett könnyű ágyú. Pongrácz András 56-os szabadságharcos bajtársunk a korabeli ágyúval, most az antikommunista ellenállók emléke előtt tiszteleg. Löveg, egy díszlövés, tölts, tűz! A Corvin köz a miénk! Tisztelt emlékezők! A kommunizmus áldozatai a farizeus politikusok megemlékezéseikor forognak a sírjukban, hiszen álszent módon emlékeznek rájuk, miközben antikommunista követeléseiket lesöprik. A képmutató megemlékezések helyett haladéktalan cselekvésre van szükség. Ellenzékből is igyekszünk jobb útra téríteni a kormányt, ezért a 2060-ig titkosított, mágnes szalagokon rögzített állambiztonsági akták kutathatóvá tételét szorgalmazzuk. Elfogadhatatlan az is, hogy az egykori kommunista vezetők ebben az állítólag új rendszerben szintén meghatározó politikusok lehetnek. Így például a KISZ, KB titkár Gyurcsány Ferenc. A Mi Hazánk egy lusztrációs törvénnyel kitiltaná a közéletből, és az állami cégek éléről is eltávolítaná a pártállami vezetőket. Az elmúlt 3 évtized hiteltelen pártjai miatt rendszerváltás nem, csak módszerváltás volt. Ahogy Pongrácz Gergely mondta, kimentek a tankok, bejöttek a bankok. De hozzátehetjük,
a kommunista, a sok kommunista vezető meg itt maradt a nyakunkon, a Rózsadombon. Biszku Bélától Gyurcsány Ferencig. Senki nem számoltatta el őket. Ez már a kommunizmus, vagy lesz még rosszabb is? Kérdezte az átkosban az egyszeri magyar ember, de azt biztosan nem gondolták, hogy a rendszer megbukása után elszámoltatás helyett hatalomátmentés következik. Tám még Biszku elvtárs is azt hitte, a vörös csillagos címert mindenhonnan leakasztják majd, őt pedig fel. Csak hogy holló a hollónak nem válja ki a szemét. Így a mai napig az egykori ügynökök befolyása alatt lévő Fidesz már 1991-ben nemet mondott az úgynevezett Zétényi Takácsféle igazságtételi törvényjavaslatra. Sőt, a Fidesz volt az egyetlen párt, amely egységesen nemmel szavazott arra még arra a szerény elszámoltatási indítványra is. Most pedig nem szégyelli Gulyás Gergely az akkori alkotmánybíróságot hibáztatni a törvény megsemmisítésért, holott ha az ő pártján múlik, a Fideszen, már az országgyűlés elkaszálja a javaslatot. A Fidesznek az elszámoltatáshoz való hozzáállása az 1991-es szavazásuk óta nem változott. Sőt, az egyre gátlástalanabb korrupciójuk miatt félnek precedens teremteni. Pedig Orbán Viktor ezt mondta 2010 márciusában. Dolgunk, sőt kötelességünk, hogy amikor erre módunk lesz és lesz, akkor végére járjunk kit, milyen politikai és törvényi felelősség terhel az ország tönkretételéért. A felelősségre vonással nem a múltnak tartozunk, hanem a jövőnknek, mondta Orbán Viktor a 2010-es választások előtt, melyen aztán betegre nyerték magukat, és ennek egyik fő eredője a kampányban szinte naponta hangoztatott elszámoltatási ígéret volt. Erre a magyar népnek elementáris igénye van, és erre ráérzett a választások előtt a Fidesz is, hogy aztán szembeköpje saját szavazóit. Na és, mondaná erre Horn Gyula, akit 80. születésnapja alkalmából ezután személyesen köszöntött Orbán, hogy elismerését fejezze ki pufajkás elődjének. Ennyit a Fidesz elmúlt 8 évéről. Ez már a nemzeti együttműködés rendszere, vagy lesz még rosszabb is? Nem tudhatjuk. Annyi biztos, hogy a rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, melyet a 20 másik posztkommunista országgal szemben nálunk csak a kormány oldal szavazott meg. Egyetlen jobbító, módosító javaslatot sem fogadtak el, például azt sem, melyel kizártuk volna a közéletből, aki tevékeny szerepet vállalt a korábbi szocialista államélet irányításában, vagy aki az állampárt vezető tisztségviselőjeként vagy fegyveres szervezetek vezetőiként közreműködött a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában. Eddig hiába szorgalmaztuk, de a Mi Hazánk mozgalom ezután is követeli, hogy szüntessék meg a nyugdíj privilégiumát az MSZNP központi bizottságának tagjaitól kezdve, a vérbírókon, vérügyészeken át, a béke papokig mindenkiét, aki az önkényuralmi rendszer egykori fenntartásáért jut ma is jövedelemhez. Biszku Béla ölni tudott volna a nyugdíjáért is, de erre már nem volt szüksége. A Fidesz napirendre tűzni sem volt hajlandó a luxus nyugdíjak ügyét. Mikor akasztják a hóhérokat? Tehetnénk fel a költői kérdést, a válasz azonban sajnos meglehetősen prózai. Még előzetes letartóztatásba sem helyezték, sem Biszku Bélát, és más gyilkosokat sem, sőt luxus nyugdíjjal jutalmazták 56 megtorlóit Orbánék. Az ügynöklistákat titkosító, a kommunista luxus nyugdíjakat védelmező Fidesz kormány még a helyén van, de csapataink már harcban állnak. Aki akar, velünk tart. A Mi Hazánk mozgalommal. Ennek a 76 mm-es ágyúnak a lőszere megegyezett a T-34-es harckocsijéval, amit ugyebár 2006. október 23-án is megcsodálhattunk a Deák téren a tankvezető Horváth Gyuri bácsi jóvoltából, aki megüzente a Gyurcsány rezsimnek, a rendőrállam gyengébb nála. Az 1956-os ágyúval Pongrácz András, szabadságharcos bajtársunk most a Gyurcsány terrorkormány 2006-os nemzeti ellenállóinak emléke előtt tiszteleg. Löveg! Egy díszlövés, tölts! Tűz! Tisztelt megemlékezők! Pongrácz Gergely a Korvin köz legendás parancsnoka,
Kiskumajsán alapította meg az ország egyetlen 1956-os múzeumát. Mára sikerült elérnünk, hogy a honvédség felújította, modernizálta, kibővítette a múzeumot, azonban a mindennapos működéshez még nem sikerült állami támogatást kiharcolnunk. Fele más a helyzet a közterületi elnevezésekkel is, hiszen bár sok évnyi küzdelmünk után a kommunista utcaelnevezések mára elvileg tiltottak, de miközben egyetlen közterület sem viseli sehol a névtelen hősökre utaló pesti srác nevet, a fővárosi közgyűlés képes volt egy olyan döntést hozni méghozzá egyhangúan, hogy a kommunista, ráadásul fehérellenes terrorista Nelson Mandeláról parkot nevezzen el Budapesten. Miután a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként és az értelmiségi jobboldaliak tiltakozása mellett tiltakozott ez ellen, sikerült meghátrálásra bírnunk Tarlós Istvánt és az összes pártot. Visszavonták közterület elnevezési határozatukat. Bizony, ez közös sikerünk, az első antikommunista sikerünk, de feladat még volna bőven, hiszen így a dél-afrikai kommunista párt egyik vezetője a rasszista Mandela helyett, bár a méltó Etele Park nevet kaphatja a reményeink szerint a hely, de feladatunk van még bőven. Torockai László is felhívta a figyelmet ugyebár arra, hogy túl azon, hogy Nelson Mandela egy olyan rendszert hozott létre, amely nyíltan diszkriminálja a fehéreket, és egy olyan egyre kevésbé élhető országot, ahol egekbe szökött a bűnözés, ahol fehér farmerek ezreit gyilkolták le válogatott kegyetlenséggel, Nelson Mandela ráadásul kommunista is volt. Bizony, az általa vezetett Afrikai Nemzeti Kongresszus a dél-afrikai kommunista párttal lépett szövetségre, és a párt saját szóvivője és weboldala szerint Mandela nem csak tagja, hanem egyik vezetője is volt a dél-afrikai kommunista pártnak. A fővárosi közgyűlés augusztus 29-i egyhangú döntés ellen tiltakozott sajtótájékoztatón a Mi Hazánk mozgalom elnöke, majd Újbudai szervezete is. Tiltakoztunk, és tiltakozásunk sikert ért el. Tovább lépve is belpolitikára, összpontosítva azonban, ennek az 1956-os pesti srácok által is használt ágyúnak a maximális lőtávolsága több mint 10 kilométer, így a Szabadság térig is bőven elérne a tüze. Pongrácz András bátyánk, cél a szovjet megszállási emlékmű, elvileg tiltott önkényuralmi jelképe. Ha már a kormány tétlen, kérem állítsa helyre a törvényes rendet. 56-os szabadságharcos bajtársunk a korabeli ágyúval, most a mindenkori magyar szabadságért és függetlenségért ad le figyelmeztető díszlövést. Löveg! Egy díszlövést! Tölts! Tűz! András bátyám, hány évet fiatalodott ettől a három lövéstől? Mennyit fiatalodott? Úgy látom, jól esett felidézni a régi szép emlékeket, a hősök emlékét. Tisztelt honfitársaim, váltsunk kormányt, váltsunk ellenzéket. A Mi Hazánk mozgalom ezzel a paradigmaváltó jelszópárossal indít kampányt rendszerellenes pártként, radikális változást szorgalmazva a politikában. A korrupt kormány leváltásához előbb az impotens, vagy még rosszabb ellenzék teljes sorcseréje kell, a Mi Hazánk szerint, mely alulról építkező mozgalomként először az ellenzékváltó hangulat élére szeretne állni. Hosszú és középtávon elérendő eszköznek tekintjük a kormány és ellenzékváltást, mely szükséges ahhoz, hogy hazánk újra emelkedő nemzet lehessen. Az eddigi pártok struc politikájával szemben tabudöntő felvetésekre van szükség számos területen. De sajnos egyik párt sem meri felvállalni azt. Az Orbán gyűlöletre alapozó önmeghatározás helyett konstruktív ellenzékre van szükség, de konstruktív kormányra is, nem pedig a parlamenti javaslatok olvasatlan leszavazására, ami jellemzi a nemzeti együttműködés rendszerét. A Fidesznek leginkább az a jó, az az érdeke, ha maradnak a jelenlegi parlamenti impotens pártok,
melyeknek köszönheti harmadszori kétharmados megválasztását is. A Mi Hazánk mozgalom viszont előbb-utóbb komoly kihívójává válhat, riválisa lehet, hiszen mi a jobboldali szavazókhoz is szólunk szemben a kizárólag a baloldali választókra fókuszáló, rajtuk marakodó ellenzéki pártokkal. Mert hogy mennyire lehet más a politika a többi ellenzéki pártnál, azt láthattuk a minap, amikor az MSZP korábbi országgyűlési képviselőjét választotta elnökévé az épp az MSZP kormányzása alatt, és miatt lehet más a politika néven megalakult már a szintén köpönyekforgatóvá vált formáció. Mert kormányváltás persze kell, de nem úgy, hogy egy még rosszabbra váltunk. A társadalmi problémák politikailag korrekt szőnyeg alá söprése helyett a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként szorgalmazza a sorkatonai alapkiképzés bevezetését, az EU csatlakozási szerződés újratárgyalását, a halálbüntetés visszaállítását és az akár a szibériai bérraptartás bevezetését, illetve a választójog írni, olvasni, tudáshoz való kötését. A Mi Hazánk egyedüli pártként szorgalmazza az értelmetlen cigányügyi programok finanszírozásának leállítását, a TB hozzájárulást, akár évtizedek óta nem fizető potyautasok nem életmentő orvosi beavatkozásainak megtagadását, az indokolás nélkül kért, csak úgy bemondásra elvégzett abortuszok előtt legalább a magzat szívhangjának meghallgatását, az oktatásban az integráció mindenáron való erőltetése helyett a szegregációt bizonyos esetekben, és még sorolhatnánk, az immár csak a Mi Hazánk mozgalom által képviselt programpontokat, melyek az országgyűlésben napirendre sem kerülhetnek. Ceterum censeo, váltsunk kormányt, váltsunk ellenzéket! A mi épes időkben megalkottuk a nemzetépítő állam programját, melynek alapvetései ma is érvényesek. Azóta sok harcot megvívtunk, különböző formációkban átéltünk sok csalódást is, de a mi lelkünket nem lehetett elvenni. A most zászlót bontó mozgalmunk örök iránytűként szolgáló alapító nyilatkozatában Pongrácz Andrással együtt úgy fogalmazunk. A Mi Hazánk fundamentumának négy erős bástyája van. A bajtársiasság, amely összekovácsol és a gyarló emberi tulajdonságok fölé emel minket. A hazafiság, amely táplál, fűt mindannyiunkat a Mi Hazánk felemelkedésért folytatott küzdelemben. A hitelesség, amely a legerősebb fegyverünk s egyben létünk záloga. S végül az egyenes és arany középút, amely mentes a megalkuvástól, a felesleges kényszertől, az út, amely az egész haza, a Mi Hazánk üdvét szolgálja. Ez vezesse minket következetesen a mindennapi küzdelmeinkben. A pesti srácokhoz hasonlóan üzenjük a mindenkori országhódítóknak, támadjanak akár tankokkal, akár bankokkal, akár a déli határon, akár Brüsszelből, Magyarország a magyaroké. Köszönöm a figyelmet!